Kérlek azért titeket, atyám fiai, Istenek irgalmasságára, hogy szánjátok oda ti testeteket élő szent Istenek kedves áldozatul, mint a ti okos tiszteleteteket. És ne szabjátok magatokat a világhoz, hanem változzatok el, és most figyelj, a ti elméteknek, vagy szívetek értelmének, vagy nuszotok megújulása által, hogy megvizsgáljátok, mi Isten kedves, pontosabban jó, kedves és tökéletes akarata. Mert a nekem adott kegyelem által mondom mindenkinek köztetek, hogy feljebb ne bölcselkedjék, mint ahogy kell bölcselkedni, hanem józanon bölcselkedjék, amint az Isten adta kinek-kinek a hit mértékét. Amen. Szóval itt van ez a hit mértéke, innen indulunk. Isten a hited mértéken keresztül, hited mértékében mozog. Nem mehetsz túl a hited mértékén. Nem mehetsz túl. Ábrahám addig, amíg nem látta meg azt, hogy mi az ő öröksége, addig nem tudta elfogadni. Mondok egy szellemi szabályt, ezt ismertek ezt a mondatot, évtizedek óta mondom. Nem vagy képes belelátni bizonyos szellemi igazságokba az életedre vonatkozólag, akkor nem vagy képes elfogadni. És ha nem vagy képes elfogadni, akkor nem tudsz hinni benne, és ha nem tudsz hinni benne, akkor nem tudsz járni benne. El tudom mondani még egyszer. Hogyha nem vagy képes arra, hogy láss bizonyos dolgokat az Isten igéből, Isten nuszából, Isten természet fölötti mélységéből, abból a gyárból, amiben ő él, mert ő szól ebből a szívéből, és létrejönnek a dolgok. Tehát ha az ő szívébe nem látsz bele, akkor nem látod azt, hogy mi a tiéd. Ha nem látod, hogy mi a tiéd Istentől, akkor nem tudsz abban hinni. Nem tud elfogadni, nem tudsz abban hinni, majd nem tudsz abban járni. Tehát meghatározza az ember látása, azt, nézete, nézőpontja, asszociációja Isten és ő közötte, hogy mit tud meglátni, mi az övé, mi nem az övé, miben tud hinni, miben nem tud hinni. A Róma 11-ben azt olvastuk, hogy kikutathatatlannak tűnik Istennek a belső felfogó képessége. Azonban itt azt mondja az ige, hogy a ti, az újjászületett ember belső megújulásán keresztül, a mélység kutatásán keresztül, hogy Isten mit akar mondani az ember életére nézve, akkor megtalálja mégis Isten bölcsességét, Isten értelmét, Isten tanácsát. Mondom még egyszer. Bár azt teszi föl azt a kérdést, Pál, ki tudja kifürkészni, kikutatni Isten mélységét, bölcsességének mélységét, itt azonban azt mondja az ige, hogy nekünk is van belső emberünk, újjászületett teremtmény vagyunk, nekünk is van belső felfogó képességünk, és mi ki tudjuk kutatni. Persze, nem a teljességet fogjuk meglátni, de mégis kikutathatod. Mondj erre egy áment. Tehát Isten adott neked egy új teremtést. Ebben az új teremtésben benne van Isten szelleme. Amennyire erős a szellemed, annyira jól látsz. Amennyire megerősíted, és ma erről lesz, hogy kell megerősíteni a belső embert, annyira vagy bölcs. Mert a bölcsesség azért jön, hogy erős embert faragjon belőled. A hit azért jön, hogy erős hívő legyél. A Szent Szellem azért jön, hogy erős szellemű legyél, és tudj együtt dolgozni a Szent Szellemmel. Amen. Szóval ez volt a kezdés. Semmi sem történhet életedben a hited engedélye és ereje nélkül. Semmi sem történhet az életedben a hited engedélye és ereje nélkül. A hited engedélyez, és a hited nélkül nem tudsz semmit sem átvenni, semmilyen igazságot, semmilyen szeretetet Isten részéről. Hit által érjük el a kegyelmet. Hit által érjük el az Isten konkrét dolgait. Az általánosból a konkrétumból kell haladnunk mindig. Isten, mikor beszél veled, konkrét. Nem bizonytalan, az ő bölcsessége nagyon feszes, nagyon egyértelmű, nagyon gyakorlatias és nagyon spirituális. Ez a kettő együtt mozog. Testvérem, el kell hinned azt, hogy mindaz, ami a mennyből árad, a Istennek a nuszából, ahogy ma megfogalmaztuk ezt, árad, az mind spirituális is. De az elméddel föl tudod fogni, a szíveddel föl tudod fogni, mert benned él Istennek a szelleme, mert újjá vagy születve. Mondj erre valamit. Hinned kell abban, hogy a bölcsesség az nem azért van csak, hogy kiegészítse te tudásodat, hanem hogy Isten céljai meg tudjanak valósulni az életedben. Az ő módszerével, az ő tervével, az ő kivitelezésének minden módszerével, és a hit pedig összeköt téged ebben. Hogy lásd azt, amit Isten akar az életedre nézve. Megcselekedni 2024-ben is. És még egy dolog, hogy ma ezekről lesz szó, hogy összefoglaltam ebbe a két mondatba, és jön a harmadik. Válaszolj a kételkedésre hittel. Válaszolj a kételkedésre hittel. Mit akarok ezzel mondani? Amikor a kételkedés és... Én azt mondom inkább a félelemnek a különböző testvérei, rokonai, féltestvérei, zabi gyerekei,
A félelem, hitetlenség, kétség, aggodalmaskodás, kettős szívűség, kettő lelkűség, kétfelé való kacsingatás, világ szeretete plusz az Isten szeretete, hogy az egész katyfaszban, ez a félelemnek a produkciója, hogy létrehozott ilyen zabi gyerekeket, most nevethetsz, tehát ez most csak poénkodok, nyugodj meg. Tehát ezek az unokatestvérek, ezek a nagybáty, a félelem nagybátyja, mondjuk aggodalom, akkor a másik nyénye a kétségeskedés, és a többi, tehát ez a nene, tehát hogy nagyon sok... Nagyon sok ilyen pokol buborékaiból följött gonosz gondolkozásmódon a bűn hatása miatt. Tehát neked válaszolnod kell ezekre a kétségekre. Ez azt jelenti, hogy nem gondolkodni vele belül a kétségeidben, nem barátkozni vele, és nem minden reggel, hogy új fejezetet nyitni vele, és aztán arról beszélgetni, hogy talán nem lehetne, ha mégis tényleg, talán nem jön össze, talán mégis ezek a talányok, a ha, meg a különböző kifejezések a magyarban is, mégis, hát nem tudom, lehetséges, tényleg, hát nem tudom, valakit már szeretett engem, még lehet, hogy nem annyira Isten, lehet, hogy meg tudja, lehet, Marknek megadta, lehet, hogy nekem nem adja meg. Na, ezeket ki kell törölni. És Istennek a konkrét dolgát kell meghallani az ember személyiségében. Nincs olyan, hogy Isten kétségeskedéssel szól hozzád. Nincs olyan, hogy Isten bizonytalan részei vannak a gondolatában felőled. Isten tudja, hogy mit akar veled. Halleluja. Jót készített, és nem rosszat. Jobbnak a barátainak a történeteit olvasd el, rá fogsz jönni, hogy a két barátja az eléggé kattant volt, mert bár ismerte az Isten bizonyos rész szerint gondolkozásmódját, de aktuálisan nem értette, mi történik Jobbal. Ezért egy nagyon rossz magyarázatokat adtak neki, de nagyon építő volt, amit mondott, csak nem Jobbra illett. Minden tökéletes volt, amit mondott, csak nem aktuális volt, és konkrét jobban nézve. Ezért veszélyes az, ha általánosítunk. Hát igen, beteg lett valaki, hát igen, lehet, hogy mi is betegek leszünk, bármi megtörténhet velünk. Nem. Isten nem így gondolkodik. Kérdez, de reggel föl kell. Mi van a Tóth Lajos? Hát, bármi megtörténhet. Végül is van egy általános hite, hisz abban, hogy 2000 évvel ezelőtt Jézus Krisztus keresztre van feszítve, ismeri a Bibliát is, bármi megtörténhet vele. Nem. Tóth Lajos nem csak 2000 évvel ezelőtt hit, hanem ma is hisz, konkrétan a megváltásban. Nem csak a Bibliát ismerem, hiszek Isten igében. Nem csak, hogy olvasom a Bibliát, akarom, hogy ő olvasson engem. Jó, Lajos, miért kiabálsz? Nem tudom, most ilyen kedvem volt, ne idegesíts, halleluja. Tehát válaszolj a kételkedéseidre, válaszolj. Foglalkozni kell vele, mert ő olyan, mint egy gaz. Elkezd fölnőni, aztán megcsíp téged, és tövises, és ott hagyja a helyét a bőrödön, vagy a lelked bőrén. Vigyázz vele, mert ő vele nem lehet egyességet létrehozni. Nincs kompromisszum a kételkedésekkel kapcsolatban. Mi a bölcsesség? Több definíciót is hoztam ma, bizonyos szavakat, ha használok, azért, hogy akik esetleg nem értik, vagy meg akarják érteni, vagy már értik, azoknak is legyen egyfajta bátorítás. Mi a bölcsesség? A bölcsesség egy karizma. Ez egy karizmatikus dolog, az Isten szellemének a kisugárzásából folyik, Isten gondolkozása. Képzeld, Isten minden reggel föl kell, és nem kell föl, mert nincs idő ott, nyugodj meg, tudjuk, én is tudom, még én is, és nem alszik, így van, nem nyugszik, érted? Az Isten, amikor gondol egyet, kipattan egy gondolat a fejéből, akkor az bölcsesség. Konstans bölcsesség, folyamatosan. Csak bölcsen gondolkodik, csak előrelátó, csak értelmes, csak tiszta, folyamatosan. Egy karizma, és amikor megszólal feléd, azt nevezzük a bölcsesség beszédének. Egy olyan aktuális beszéd, görögül logosz, bölcsesség, szofia logosz, egy olyan bölcs gondolat, amiben csoda elemek is vannak. Mert a mennyből jön a bölcsesség. Isten bölcsesség a mennyből jön, a menny szintjén, a menny arénájából, miközben te benne vagy a vadon arénájába, a pusztaságod arénájába, vagy a nehézség arénájába, vagy az öröm arénájába, hát valaki csak lehet örülhet nem egy gyülekezetben, valaki lehet boldog, valaki csinálhat jó dolgokat. Tehát nem menjünk át a dark side-ra, menjünk át a light side-ra. Tehát, hogy amikor például valakit Isten szeretne, hogy tovább építeni, fejleszteni, jön ez a bölcsesség. És ekkor egy olyan megoldásokat, olyan perspektívákat nyújt a bölcsesség, amely nem tartalmazza az emberi elme. Amelyet nem tartalmaz az emberi elme. Az elméden felül. A bölcsesség nem csak kihoz téged problémákból, a bölcsesség kezeli az életedet.
Egy képesség, egy erő. Egy erő arra, hogy meg tud csinálni azt, amit nem is képzelted el, hogy meg tudsz csinálni. Dolgozol a hétköznapokban, és megjelenik a bölcsesség. Dolgozol a hétköznapokban monoton módon, majd van egy pillanat, amikor érzed, hogy váltás kell, valami váltás. A bölcsesség bejön és segít. Csinálod a dolgaidat, és egyszer csak érzed, hogy ez már lejárt lemez. Ez már szinte a múltba ragadtál. És érzed, hogy valaminek meg kell változni. És jön a bölcsesség, és ad egy utat készít. A bölcsesség útkészítő. Ezt mondja a példabeszédek is. És az úton kell járatni a szívedet. A bölcsesség egy út, ahova be kell vinni a szívedet, és ha jársz ezen az úton, akkor nem emberi képességek vannak csak az életedben, ne szállj el, nyugodj meg, de superheroes, superman leszel, egy ilyen superman leszel, akinek egyszer csak, vagy a pókember, egyszer csak előjön az a gumi, nem tudom milyen lövedék, és föl tud bászni a falra. Na most ilyen szuper erő jön elő, amikor ez a bölcsesség jön. Jön. Tehát karizma, a bölcsesség beszéde, egy képesség, amiről beszéltem, egy kompetencia, egy kompetencia program, és van egy harmadik dolog, amit megemlítek még itt az alapozásban, hogy egy szellem a bölcsesség. A bölcsesség egy szellem, Isten egyik szelleme, de az atya és a fiú karaktere. Az atya és a fiú karaktere. Ezzel a bölcsességgel teremtette a földet, és konkrétan megnevezte a dolgokat. Nagyon tetszik ez, hogy ezt ma sokszor használom, ezt a konkrét dolgot, hogy kigyere az általánosból. Nincs ilyen, hogy hát én hiszek, úgy általánosan, miben? Hát úgy mindenben. Isten mindenhol jelen van, bármit megtehet, bármikor megtehet. Nem, a hit az konkrét. Nem bármikor, bárhol, ilyen általános fogalmakkal játszik veled. Lehet nekem ez? Hát lehet, nem tudom. Bármikor, mégis, nem tudom, vagy nem tudom. Tehát nem ilyen, hanem Isten konkrétan megmondja, mit lehet, meddig mehetsz el, és meddig nyújtózkodhatsz. Szóval, Isten szeretné, hogyha konkrétan tudnád azt, hogy a bölcsesség benne van, a szellemben benne van az a tudás, amely tisztán elmondja neked, és precízen, hogy was is das, hogy mit csináljál. Egy nagyon, nagyon érdekes dolgot hoztam neked. Egy átlagos gyülekezetben az emberek 15%-ának van igei, azaz bölcsesség alapú ima élete. Ez egy amerikai teszt, vagy felmérés. Tehát bölcs életmódot nem folytat egy átlag keresztény. Amikor valaki imádkozik érted, az esetek többségében, tehát 85%-ában, hiába való imák, nyöszörgések, könyörgések, hitetlen imák hangoznak majd el. Ezt én írtam ide. Tehát ez az én saram. Isten talán ilyenkor valamely mondatot elkapja, talán, amelyben volt némi hit, nem csak ilyen síralomház. Az emberek többsége nincs megtanítva, hogy kell hitáltal imádkozni. Általánosságban él. Meg vagy váltva, igen, 1973-ban megváltott az Úr, nagyon szép nap volt, és nagyon nagy élményem van az Úrral. És van konkrét bátorításod, erősítésed, van szellemi építkezésed, vannak bizonyos perspektívák, ahova el akarsz jutni hitben. Hát igen, az Úr jó, szeret engem, nagy kegyelemben él. Nem, erről beszélek, hogy a Szent Szellem konkrétan mondott neked valamit, hogy kell növekedni, hogy kell fejlődni, melyik gyülekezetbe jár, kivel kapcsolódj, hogyan imádkozzál, milyen olyan dolgokon mész át, ami a hitnek a növekedését és a szellemed megerősítését képezi. Hinned kell abban, hogy Isten meg akarja erősíteni az életedet. Hinned kell abban, hogy a hitben lehet növekedni, fejlődni. Hinned kell abban, Isten bölcsességének végére mehetetlen gazdagsága van. Amen. Kutya fáját. A fény, Isten világossága egy mennyei megabit per szekundum sebességgel folyik az árad az egyház felé. Áttörése, átültetése, vagy beléthelyezése döntő ennek a fénynek. Sebessége, áttörése, átültetése, vagy beléd helyezése döntő, hogy ez a fény mekkora mennyiségű, és milyen széles spektrumot kezel az életedben a fény, az Isten világossága. Mondom, hogy miért beszélek a fényről. Efézus 1.17 és 18a. Hogy ami Urunk Jézus Krisztus Isten a dicsőség atya, adja meg nektek a... Most figyelj! A bölcsesség és a kinyilatkoztatás szellemét. És miért? Az ő megismerésében, vagy felismerésében, hogy fény hatoljon szívetek szemébe, és tudatosuljon bennetek, mi az ő, direkt nem írtam le, hogy ne menjünk tovább, itt az ígéretekről beszél, az elhívásról beszél, a lehetőségeidről, mindaz, ami a tiéd. Mit mond? Figyelj, én elemzem. Egy, kérj bölcsesség és kinyilatkoztatás szellemét. Enélkül
nem jön a világosság. A világosság szélessége az azt jelenti, amely módon kapsz intenzíven Istentől valamilyen bátorítás az igén keresztül, olyan módon tudsz haladni. És ezt a bölcsesség strádájának hívja Pál. Hogy fény hatoljon szívetek szemébe, amilyen mélységű, vagy magasságú, vagy amilyen teljességű a fény, ami árad feléd, a világosság, olyan szinten élsz. Ki határozza meg, a bölcsesség és a kinyilatkoztatás szelleme határozza meg ezt az áradást. A szemeknek a megnyilása az azt jelenti, hogy ameddig ellátsz, azt a bölcsesség határozza meg. Mondok még valamit. Szó szerint azt jelenti, hogy világossá téve, vagy megvilágosítva szívetek szemeit, de a jelentése az is, hogy a szívetek szemei nyíljanak meg, váljanak képessé a látásra, váljanak belátóvá. Tehát a bölcsesség egy új szemüveget ad az életedre nézve, hogy hogyan lásd magadat és a világot, az egyházat, az univerzumot, stb. Istent. Te döntöd el, hogy milyen megabit per szekundumon jön az adás. Amikor előfizettél az internetedre, te döntöttél el, hogy melyik sebességes szávsélességet választod ki. Itt a gyülekezetben, itt most, az én életemben, te életedben mindig vannak korlátok. A korlátokat kell kivenni, azokat a hangokat, ismeritek, a félelem, unokatestvéreit, az aggodalmak, stb., amik meghatározzák, vagy letiltják pontosabban a megabitat. Megabitet, bitet, persze. Tehát egy tiltás. Ő gondol egyet benned, és rájut. 100-ról vigyük le 50-re most a korszakába. Teletesszük aggodalommal a lelkét, teletesszük hitetlenséggel, félelmekkel, gyávasággal, beburkolózással, kis depi, egy kis csokoládé, esik az eső ráadásul, ez jót tesz neki majd, kinéz az ablakon, nézi az esőt. Az emberek boldogan mennek az utcán, de hogy mennek boldogan, de te azt hiszed, nekik minden összejött, neked nem sok minden jött össze. Testvérem, most mondom neked, engedj több világosságot. A bölcsesség ki fog húzni ebből a dologból, ebből a probléma, a körből, és kezelni fogja az életedet. Tehát mondom még egyszer, hogy itt azt mondja az efézusi gyülekezetnek, hogy jöjjön fény, és ez az áramlást te engeded meg. Hadd tegyem rád a felelősséget. Az áramlást te engeded meg. Amennyire tiszteled a bölcsességet, annyira fog jönni a bölcsesség. Mi a különbség a bölcsesség és a kinyilatkoztatás között? Mi a különbség a bölcsesség és a kinyilatkoztatás között? Jó kérdés? Amen, köszönöm. Van egy rajongóm, halleluja. Nem baj, szeretlek benneteket. Jaj, de rosszak vagy. Nem, jók vagytok, halleluja. A bölcsesség és a kinyilatkoztatás között az a különbség, hogy a bölcsesség nagyobb, mint a kinyilatkoztatás. A bölcsességből árad a kinyilatkoztatás. Nem a kinyilatkoztatásból árad a bölcsesség, hanem a bölcsességből, Isten bölcsességéből árad a kinyilatkoztatás. És a kinyilatkoztatás tulajdonképpen az, amikor a fény jön, és információhoz juttat Isten. A fény jön, és információhoz juttat Isten. Jaj, a kis jegyzetemet állandóan jegyzetelek, állandóan írok, és a sok-sok írásban elfárad az ember szeme. Nincs itt, pedig itt volt valahol. Hát akkor nem hoztam el. Akkor fejből kell nyomnom. Halleluja. Amúgy is a jegyzet, az a test számára egy fantasztikus mankó, nem a szellem számára. Tehát mondom még egyszer. Amikor jön az információ a mennyből, akkor még jó, hogy tudom. Tehát most gondolod el, hogy nem hoztam el a jegyzetem, és nem tudnék szolgálni. Szóval, amikor jön az információ, hát igen, mert élem, tehát arról beszélek, amit élek, tehát nem amit olvastam egy könyvből. Tehát amikor jön az igéből az információ, akkor még az csak egy információ szint, hogyha digitális módon olvasod, akkor csak egy információ, egy news. És ez a hír, ez még tulajdonképpen semmilyen változtatást nem hoz nálad, azonban az információból át kell vinni a szíveddel való kapcsolódáson keresztül egy asszociációba a dolgot. Egy olyan társítás kell, hogy a szíved és az Istennek az igéje kapcsolódjon. És létrehozza a szívedben, ha nyitott a szíved, a képzeteket. Képzeteket. Tehát úgy nem lehet a Bibliát olvasni, hogy te nem akarod elgondolni.
Tehát nem akarok gondolkodni, csak megeszem gyorsan, mint Mixi Mackó, aki pszichoszomatikus volt, mert mézfüggő volt, meg mindenfajta neurotikus problémája volt. Megeszi a mézet, de nem gondolkodom. Tehát így nem lehet hozzáállni a dolgokhoz. Amikor Isten igéje szól hozzád, akkor muszáj, hogy a gondolatod és a szíved is nyitott legyen. Amennyire nyitott a szíved és a gondolatod, a kinyilatkoztatás szelleme annyira tud mélységet átadni. Azt tudom megfogalmazni neked, hogy Isten igéje, ha nem az egész világegyetem legértékesebb dolga az életedben, akkor most, mielőtt még elmész majd a gyülekezetből, ezen változtass. Nincs nagyobb tekintély a szellemvilágban, itt ebben az újszövetségi korszakban, a mostban, mint Isten igének a tekintélye. Azt minden értéknél feljebb kell magasztalnod, mert különben, ha nem magasztalod föl, akkor le fogod értékelni. És miután az asszociáció megtörténik, ha jó az asszociáció, akkor elmélyülő bölcsesség jön, és mélyítő bölcsesség. Ez azt jelenti, hogy innentől kezdve, ha beindul ez, akkor már elmélyítő korszakban vagy benne, bármit olvasol majd, állandóan mélyülsz. Mert nyitott vagy arra, hogy az új jöjjön a régihez. Így szabja az óbort, az új bort Isten folyamatosan. Amikor valaki megszokja ezt, hogy állandóan társítania kell az elméjét az igén keresztül, hogy isteni gondolatok áramoljanak belé, akkor rászokik erre, idézőjelben függővé teszi őt a Szent Szellem, és innen indul a hitnek a korszaka. Mert el kell fogadnod azt, hinned kell benne. Mondok valamit. Ábrám, amikor Lót elszakadt tőle, akkor kap egy élményt. És azt mondta az Úr neki, nézd föl az égre, és számold meg a csillagokat. Muszáj volt neki képtársítás, hogy elkezdje számolni a csillagokat, és eljusson egy pontra, hogy én már nagyon elfáradtam. Mikor érünk már oda, Uram, hogy az utolsó csillagot is meg tudom számolni? És akkor ezzel elgondolkozott, és a hite így kezdett el fejlődni, hogy elkezdte gondolni azt, hogy ha Isten ezt mondta, hogy annyian lesznek, mint az ég csillagai, akkor itt valami nagy dologról van szó. Így tágítás indult be a szívében, tágították a szívét a látáson keresztül. Amennyit befogadsz, annyit tágulás jön folyamatosan. Isten tágító Isten, szívtágító Isten. Az egyik helyen azt mondja Salamonról a bölcsességével kapcsolatban, hogy mély bölcsességet kapott, mint a tenger fővénye. Mint a tengerparton a homokszemek. Olyan akkora nagy volt a mélysége a szívében, ezt is el lehet veszíteni. Bármit el lehet veszíteni. Miért beszélek erről? Mert a bölcsességet, mikor mindjárt nézzük a Jakab levelét, mikor odaérünk majd, hogy keressétek a bölcsességet, kérjétek a bölcsességet, akkor a bölcsesség szellemét kell kérni. Lajos, ez hogy van? Segíts! Amikor a bölcsesség, ma nagyon alapos vagyok, amikor a bölcsességet kéred, akkor kéred a bölcsességet. Van szád, kinyitod, nyelved, kinyitod, és vagy magyarul, vagy héberül, vagy lováriul, bárhogyan imádkozol Istenhez, és megkérdezed Istent, Uram, adj nekem bölcsességet. Adj nekem bölcsességet. Jöjjön az életemre a bölcsesség, amivel a védelmed jön, mindjárt megnézzük, áldásod jön, áttörésed jön, sikerem jön benned, hogy tiéd legyen a dicsőség, hogy a tiéd legyen a dicsőség, hogy azt tudja mindenki mondani, hogy az Úr van velem. Amen. Jó, gyere légy szíves a példabeszéde 2-höz, aztán a 3-hoz megyünk, aztán a 4-hez megyünk. Még nagyon sok mindent kell ma elmondanom neked. Ez nem fejtágítás ma, hanem bátorítás abban, hogy Isten milyen csodákat akar a bölcsességen keresztül jönni az életedben, és amikor majd baj lesz, jön egy hurikán, akkor mit kell majd csinálnod? Jaj, csak már ott lennénk a Jakab 1-nél. Tehát példabeszéde 2-2. Ha figyelmeztetvén a bölcsességre, te füleidet hajtod a te szívedet az értelemre. Kettes verszakban, Károli, sajnos notóriusan mindig az elmét írja a szív helyett, de a héberben hiddel szív szó szerepel. Ha figyelmezvén, a füleiddel a bölcsességre figyelve az értelem felé fordítod a szívedet, sőt, ha eszességhez kiáltasz, és az értelemhez, tehát mit mond az ige? Odafordítod a szívedet, a füledet, és kiáltasz. Nem jön a bölcsesség, soha nem fog eljönni, ne ragudj, elveszem a kedvedet már azonnal. Ha te, mint egy elkényszerezett egy gyerek, munka nélkül, tehát a szívednek nincs munkája az igén keresztül, és munka nélkül a hit nem fog működni. Hit csak cselekedet által működik. Tehát azt mondja az ige, hogy sőt, ha az eszességhez kiáltasz, az értelemhez, emeld föl szabadat, ha úgy keresed azt, mint ezüstöt, mint a rejtett kincsek után, úgy kutatsz utána, akkor megérted az Úr félelmét, és az Isten ismeretét megtalálod. Látod, mit csinál? És itt mondom azt, hogy innentől kezdve
több olyan dolgot fogok mondani, ami az egyensúlyvesztést kikerüli az életedben. Isten mindig olyan szellemi komponensekkel, összetevőkkel dolgozik, olyan összetevőkkel, ami nem csak egy szellem, nem csak egy kijelentés, nem csak egyfajta oldal. Figyelj, elkezdtem mondani az ige, figyelj, ha bölcsességre figyelsz, utána az ötös verszakban már mit látsz, akkor megérted az Úr félelmét. És mi történik, ha megérted az Úr félelmét, az Isten ismeretét megtalálod. A bölcsességgel kezdődött, de mindig jön egy komponens, egy új összetevő, a bölcsességet az Isten félelem párjáként működik, mint egy kis testvér, majd jön a harmadik testvér, ez pedig már az Istennek a megismerése. Akkor következtetünk. Ki ismeri Istent? Az ismeri Istent, akinek ad Isten félelmet. És kinek ad félelmet? Aki kiállt a bölcsességét. Na most, hogyha te nem gondolkozol úgy, ahogy Isten gondolkodik, akkor egyensúlyvesztést fogsz megélni. Tehát életed a hétköznapokat, és azt gondolod, hogy mit tudom én, rájössz arra, hogy Isten atya, hogy mindent az atyasággal el tudsz indítani. Vagy meg tudsz csinálni. Csak te csak hiszed abban, hogy Isten atya, és mindent, ő mindent megcsinál. Akkor miért beszél a bölcsességről? Akkor miért mondja, hogy kérjünk bölcsességet, ha van egy atyánk? Akkor miért adja Isten az értelmet, amikor kutatod ezt a dolgot, akkor miért kell kutatni ezt? Miért nem egyszerre van minden? Azért, mert Isten egy alázatos szívű embert keres, aki meg akarja tanulni, hogy ő neki milyen az ő hozzáállása az Isten dolgaihoz, és önmagához, a szellemi dolgokhoz, sőt, a fizikai dolgokkal kapcsolatban is. Amen? Mert ad az Úr bölcsességet, a szájából ismeret és értelem származik. Most figyelj, az igazaknak jó tanácsot rejteget, pajzsot a tökéletesen járóknak, hogy megőrizzék az igaz ítélet ösvényeit, az ő kegyesei útját megoltalmazza. Akkor megérted az igazságot, az igaz ítéletet, a jogosságot, az összes jó ösvényt. Mert bölcsesség megy a szívedbe, lelkednek az ismeret gyönyörűséges lesz. Okos gondolat őrködik feletted, értelem őriz téged. Most ezt lefordítom a 21. századba. Folyamatos ösvényt találsz, ahol folyamatos védelem van. Ebben a folyamatos védelemben folyamatos taktika, stratégia van Istentől, hogy mikor mit csináljál. Ebben az egész ösvényben azért van ilyen jó szerencse, mert kerested a bölcsességet. Juhú! Amikor jön Isten bölcsessége, sokkal több komponens kapsz, mint elképzeltél. Miközben van a bölcsességnek is Isten védelméhez? Ilyen Isten. Azt mondja, ha úgy gondolkozol, mint én, védelem alatt vagy. Mert amiképpen én gondolkozok jól, amiképpen te is fogsz gondolkozni jól, és ahogyan Isten gondolkodik, az az isteni védelem. Ahogyan Isten gondolkodik rólad, az isteni csoda, dicsőség az Úrnak. Ez egy olyan láncreakció, mint amikor emlékeztek, vannak ezek a segítsetek, a dominó, és megcsinálják ezeket a hatalmas nagy dominópályákat, majd elindítják, ugyanígy elindít a bölcsesség téged, és nem érted, hogy miért működik a dolog. Nem érted, nem is kell értened, mert jön magával, a bölcsesség áldásával az, hogy védelem alá kerülsz. Ó, halleluja. Amen. Figyes, menjünk tovább. Példabeszédek 4. Ó, halleluja. 4-3. Amikor apám fia voltam, gyenge, egyetlen anyám szemében, egy kis vékony, kis ügyetlen, szerencsétlen, nyomorult féreg. Apám tanított engem, és azt mondta, ragaszkodjon szíved a szavaimhoz, őrizd meg parancsolataimat, és élj! Szerez bölcsességet, szerez értelmet, ne felejtsd el, ne fordulj el a szám beszédeitől. Ne hagyd el, és meg fog tartani téged. Szerest, és őrizni fog téged. Ez a bölcsesség kezdete. Szerez bölcsességet, és minden szerzeményedért szerez értelmet. Magasztalt föl, és fölemelt téged. Tiszteltét tesz, ha magadhoz ülelet. Kedves koszorút helyez a fejedre, díszes koronát ad neked. Ez a kegyelem koszorúja. Hallgass ide, fiam, fogadd meg szavamat, és megsokasodnak életed évei. Bölcsesség útján vezetlek, a jogosság ösvényein irányítalak. Jártadban nem lesz akadályozva lépted, ha futsz, nem botlasz meg. Amen. Idáig. Tehát azt mondja az ige, ha szereted őt, akkor meg fog őrizni téged. Ez már nagyon személyes. Ez Krisztusra vonatkozik, mert az új szövetségben Krisztusban van a bölcsesség. Ha szereted a bölcsességet, akkor áldások szállnak rád. És utána azt mondja, ha magadhoz öleled, akkor tiszteltté tesz, fölemel téged. Ha felmagasztalod, ő fölemel téged. Tiszteltté tesz. Ad neked koszorút a fejedre, díszes koronát ad neked. Felöltöztet királyi gyermekként. Hallgass, fiam, ide, fogadd meg szavamat, és megsugasodnak életed évei.
Azt gondoltad, hogy 80-90 éves korodban meghalsz. Isten azt mondja, nem, még adok neked még plusz 5 évet. Miért? Hát a bölcsesség szelleme azt mondja nekem, hogy adjam át neked, hogy csak úgy adok 5 évet. Isten képes arra, ha hiszel ebben. A bölcsesség, mondom, olyan komponenseket ad, eddig nem is talált, hogy tudtál róla, hogy ha bölcs vagy, akkor meghosszabbítja Isten az életedet. Egy jó életet ad Isten. Halleluja! Ezt neked el kell kapnod. Ha ezt nem látod, nem vagy képes látni, akkor nem vagy képes elfogadni. Ha nem vagy képes elfogadni, akkor nem vagy képes hinni benne. És ha nem vagy képes hinni benne, akkor nem tudsz járni benne. És akkor nem fog megvalósulni. Tehát azt mondom, hogy menjünk előre 40 évet, találkozunk 40 év múlva, idősen, egészségesen, boldognak lenni, és nem demensnek, nem összetört személyiségben élni, hanem örömmel, jókedvűen az életnek minden egyes örömét megélve Istenben, Krisztusban. Ha ellátsz az életed végéig, akkor még adj magadnak 5-10 évet. Mert te nem akkor fogsz meghalni, amikor az apádnak anyád halt meg. Ezt is ki kell szedni a szellemedből, szívedből, elmédből, hogy ahhoz kötsd a jövődet, hogy mikor halt meg apu vagy anyu. Nem mindegy, hogy mind gondolkozol. Nem mindegy. Nagyon sok ember kimondta előre magára, hogy én is meg fogok halni valószínű, mert a szüleim is ekkor haltak meg, és meg is haltak emberek. Na, szóval azt mondja itt az ige, hogy ha te magadhoz öleled, ha szereted a bölcsességet, akkor tiszteltét tesz, és fölemel. Nem te emeled föl magadat, a bölcsesség emel föl téged. Halleluja. Amen. Akkor azt mondom neked, hogy amikor a szellemedet elkezded építeni a bölcsességgel, akkor a személyiséged felmagasztaltatik, és nem kell neked kérned, hogy magasztaljon föl Isten téged, mert a bölcsesség fölemel. Maga az egész személyiségedet Isten figyeli, és a személyiségednek a lényege abban áll, hogy el tudod-e hinni azt, hogy Isten nem csak érzi ki képeken keresztül, hanem személyes kijelentéseken keresztül, akár a prédikált ige, hallott ige, tanácsokon keresztül, vagy bármilyen szellemi sugallaton keresztül, bátorításon keresztül eléri a szellemedet, és onnantól kezdve, hogy elérte a szellemedet, kapsz egy ütést a Szent Szellemtől, egy pozitív ütése gondolok, ami megerősít folyamatosan. Erősít, és állandóan áldásról áldásra visz téged. Tudom, hogy ez nagyon-nagyon úgymond hollywoodi ízű dolog, hogy ez egy ilyen hollywoodi dream, hogy akkor mindenki csak emelkedik föl, és csak változik, és csak újul. Így van. Nézd meg Mózest. Soha nem dobta el a bölcsességet, soha nem dobta el az erőt, soha nem dobta el magától az Isten ismeretét. És boldogan halt meg az Úrban. Ment el az Úrhoz. Nézd meg a többi Isten szövetségesét, Dávidot, nézd meg Noét, nézd meg Ádámot, hát ő már bukott volt, de akkor is helyreállította Isten őt. Nézd meg Noé, Ábrahám, Dávid, ezeket az embereket, ezek mind a jövőbe látó emberek voltak, és olyan stratégikusan gondolkodtak, és tudták jól, hogy Isten bármit megtehet innentől kezdve, hogyha engedelmeskednek a látásnak. Ezek látó emberek voltak, látó emberek. És mivel bölcsességet kértek, ezért meghosszabbította az életüket Isten. Nézd meg Jóbot, Jób is az élete végén mi történt? Megfordult a kocka, és betelve az élettel halt meg, dicsőség az Úrnak. Nézd meg Ábrahámot, miért? Mert bölcsességét kiáltottak. Halleluja, amen. Azt mondja az ige, csak az igét nézd, ne azt, amit ide írtam, hanem ezt nézd meg, ezt a két igét lézt, és ne figyelj, tudom, hogy oda fogsz figyelni, de kérlek, ne nézd már meg ezt, amit írtam, hanem most az igét akarom mondani neked. Ti azonban a Krisztus Jézusban belőle származtok. Abban a Jézusban, aki Isten rendeléséből, ami bölcsességünké lett, igazságosságá is, megszentelődésé is, váltságá is. Tehát belőle származtok Krisztus Jézusban, abban a Jézusban, akit Isten rendeléséből a bölcsességünké lett. Figyelj, mondok veled valamit. Vesztesz a kereszténységedben, ha nem hiszed azt el, hogy Isten nem csak fönn van a mennyben, hanem Krisztus szelleme benned van. Még egyszer mondom, vesztes leszel, lúzer leszel, ha csak abban bízol, az Úr fönn van, ő néha ránk néz, néha boldog, néha megfenyít, valamikor ilyen rosszat ad, olyan rosszat ad, ez az istenkép, ez egy hamis istenkép. Neked bíznod kell abban, és hinned kell ebben az igében, hogy amikor újjászülettél, belőle származol, és mivel belőle származol,
a Szent Jézusból származol, az Atya akaratán keresztül, a Szent Atya akaratán keresztül, az újjászületett szellemed tökéletesen meg van váltva, helyre van téve, újra van teremtve, megtértél, újjászült Isten, a vérével meghintett téged, ez egy szent szellem van benned, a szellemed szent, belőle származol, elől a tiszta Jézusból, és ez a tiszta Jézus bölcsességeddé lett. Lajos, segíts a hittel kapcsolatban. Most erre azt kell mondanod, hogy ámen, igen. Ha nem mondasz rá áment, hogy a bölcsesség benned van, Krisztusban, akkor nem lesz bölcsességed. Mert Krisztusban van a te bölcsességed. Nem azért vagy bölcs, mert kérted a bölcsességet, hanem ez egy új szövetségről beszélek, váltottam, elhagyjuk az új szövetséget, megyünk az új szövetség felé, mert benned él Krisztus, és mivel benned él Krisztus, újjába születve, a bölcs Krisztus él benned. Ezért azt kell csinálni a hittel kell kooperálnod, és azt kell most mondanod, ámen, én bölcsi lettem Krisztus Jézusban. Igen, bennem van a bölcsesség, nekem nem kell állandóan csak úgymond koldulni, mint egy szegény Istennél, ó, Uram, csak egy kis bölcsessége, ne haragudj, hogy zavarlak, egy kicsikét. Nem kell ilyen pózokat csinálni, az imáidban ilyen nagy teátrális dolgokat csinálni, drámázni Istennel, hanem egyszerűen odamész hozzá, és azt mondod, és ezt fog tetszeni neki, bölcsesség van bennem. Rájöttem. Amen. De jó, dicsőség az Úrnak. Bölcsesség. Bölcsesség lett bennem. Nem is gondoltam volna, Uram. Hogy én bölcs? Hát, ez furcsa már ez a mondat is, hogy én bölcs vagyok. De akkor is hozzá kell szoknom. És most már bölcs döntéseket és bölcs járás kell létrehoznom. A hit akkor jön, ha te ezt elfogadod. És megszemélyisíted, konkrétizálod. Nem? Igen, hát a Verának van bölcsessége, a Juditnak van a gyülekezetben bölcsessége, Zilvinek van, Lacikának van, de nekem nem tudom. Lehet. Lehet, hogy ez pont nem az én igém. Lehet, hogy nem erre kell ráállnom. Persze, majd minden ígére ráállunk. Igen, ráállunk minden ígére, ami nekünk szól. Igen, mindaz, ami Krisztusban van benne, az mind az én igém is Isten dicsőségére. Szóval így kell ezt az imát Istenhez úgymond közvetíteni, és előterjesztened. Hálát adok, Uram, Krisztus Jézusban belőled származok. És mivel az vagyok, aki vagyok, és az leszek, aki vagyok, mert nem fogok átalakulni más emberré, hanem Krisztus Jézusban már Isten fia vagyok, én bölcsességként elfogadom a te munkádat bennem, és a te bölcsességed ezután föl fog magasztaltatni. Mert azt fogom mondani, szeretem Krisztus bölcsességét. Mert azt fogom mondani, megölelem Krisztusnak a bölcsességét. Mert azt fogom mondani, szükségem van a bölcsességre. Szükségem van a segítségre, a súgásra a mennyből. Hogy mikor bajba vagyok, akkor segítsem. Mikor pedig jól mennek a dolgok, megtartsam a jó dolgaimat. Hogy amikor áttörés van szükségem, jön az áttörés, mint egy fény a mennyből, hatalmas megapisz sebességgel. Mindenhol csak azt halljam, a gyülekezetbe megyek, azt az igét halljam. Ha otthon olvasom a Bibliát, azt az igét halljam. Ha barátaimmal beszélgetek, azt az igét halljam. Ha kinyitom a YouTube-ot, azt fogom hallani, amelyet Isten akar mondani nekem. Tehát azt mondja itt Istennek az igéje, és ezt most ámenné kell tenned az életedben, és igenné. Ő az én bölcsességem, ő az én megigazulásom, ő az én megszentelődésem, és ő az én megváltóm Isten dicsőségére. Amen. Szóval meg kell tanulnod elfogadni. Ha elfogadsz, hinni tudsz benne. Ha látod, hogy a tiéd, akkor pedig működni fog Isten dicsőségére. Ki működteti ezt az egészet? Te? A hiteden keresztül? Az Isten igéje leírta. Hétköznapok sodrában nem szoktam hallani Istent. Lali, kérlek, fogad már el. Ne viccelj már. Én inkább azt hallom, oké, még bőtölök, és akkor talán elfogadsz, Uram. Még egy kicsit imádkozok, talán elfogadsz. Gyülekezetbe járok, és elfogadsz. Nem? Isten meg azt mondja, a tiéd. A tiéd. És ez annyira nehéz elfogadni. Ezért beszélek erről, hogy a hit elfogad. Hit az elfogad. A hit az nem irányítja Istent. A hit az nem irányítja Istent. Nem te irányítod Istent, hanem Isten a hitén keresztül megmutatja, mi a tiéd. És amikor megmutatja Isten, hogy mi a tiéd, azt neked el kell fogadnod. Nem kell megváltás új, nem kell keresztre feszítened magadat, nem kell imádkozással megmutatni, hogy mekkora imádkozó vagy, nem kell nem tudom milyen nagyokat szólni, hogy mondanád, te nagy hitű ember vagy, és nagy megvallásokat teszel egész nap. Nem. A hit fantasztikus munkája az, hogy hallod az igét, elfogadod az igét, és működik a hit. Annyira egyszerű, hogy egy általános osztályt el nem végzett ember is tud hinni. Hallod az igét, elhiszed az igét, és a tiéd. Hallod az igét, elhiszed az igét, és a tiéd. Ez Istennek a munkája. Oké.
A következő, amit hoztam. Galácia 1.16. Hogy a kinyilatkoztatása benne, hogy kinyilatkoztassa bennem a fiát, hogy hirdessem őt, mint evangéliumot a nemzetek között, nem kezdtem rögtön testtel és vérrel tanácskozni. Hogyan kezdte el az szellemi életét? Mi volt ez a fantasztikus nyitás, hogy Pál meg tudta csinálni azt, hogy ő apostol, véghez tudta vinni azt a fantasztikus feladatot, amit kapott Istentől? Egy. Ki van nyilatkoztatva benne a fiú? Nem azt mondja, én hiszem, hogy Jézus föltámadt a halálból, és én látom őt a mennyben, néha fönn vagyok, néha nem, hanem azt mondja, ki van nyilatkoztatva? Bennem a fiú. Bennem a fiú. Bennem a bölcsesség. Bennem a bölcsesség. Kérem a Szent Szellemet, hogy jöjjön elő ez a bölcsesség. Ennyi. Ennyi feladatunk. Ez az új szövetség. Egy jobb szövetség, mint az ószövetség. Figyelj. Mivel ki van nyilatkoztatva benne a fiú, hirdetni tudja őt. Mit jelent ez? Amennyire látod a fiút, annyira tudsz róla beszélni. Amennyire hiszel a fiúban, annyira tudod megosztani a fiút. Amennyire a fiú bölcsességét elfogadtad, annyira vagy bölcs. Amennyire a fiú megigazulását elfogadtad, annyira vagy megigazulva. Amennyire hiszed azt, hogy meg vagy szentelődve, és ez a megszentelődés útján vagy, annyira fogsz megszentelődni a fiúban. Még egyszer mondom, kinyilatkoztatja bennem a fiát. Bennem a fiát. Benned a fiát. Miért új ez a dolog? Ez sok ember számára, mert nem konkrét, hanem általános hite van. Mit jelent az általános hit? Az általános hit azt jelenti, majd valahogy Isten velem lesz. Imádkozunk, és akkor Isten meghallgat. Nem! A hited előre fogja mutatni neked azokat a stratégiákat, amiket meg kell lépned. Hát nem tudom, mi lesz, majd az Úr velem van. Nem! Isten meg akarja mutatni a Szent Szellem által. Fantasztikus! Egy pásztortól hallottam ezt, nagyon tetszett. Azt mondta, hogy általában azt szoktam mondani a juhoknak, akik tanácsot kérnek tőlem nagy döntésekben, kérdezd meg az Urat. És azt mondta, hogy azért, mert ezek vissza fognak jönni, ha én megmondom, mit csináljon, és mivel nem hitből lesz, ezért nem fog működni. Mert az Isten országa az hitből működik, nem tanácsadásból. És mivel ő nem hisz Isten igébe, és én pedig hiszek, én hitből már ki is mondom rögtön, csípőből, hogy mit kell csinálni. De ez nem az övé. Az az enyém, az én kinyilatkoztatásom, az én életem, az én megszenvedett hitem, az én kipróbált hitem, az én megizzadt hitem, az én bukásaimból felállt hit. És azt mondta, nem szabad nekik sok mindent mondani, mert ha túl sok mindent mondasz, vagy megutál, mert a bolond megutálja a bölcset, vagy pedig elkezdi csinálni hit nélkül, csak imitálja a hitet. Valótlan hitből él, és nem fog működni neki. És azt fogja mondani, na, nem működik a hit. Az első volt a kinyilatkoztatása, ő benne. A második, Krisztus kinyilatkoztatása. A második, hogy hirdessem őt, mint evangéliumot a nemzetek között. Tehát ekkor már részesedett, és átadta ezt a részesedést. Részesedett, és átadta ezt a részesedést. Átvett, dolgozott benne, kibontakozott Krisztus, és átadta. A harmadik pedig, nem kezdtem rögtön testtel és vérrel tanácskozni. Miért mondja ezt? Mert ebben az egész folyamatban az elmúlt éveid, a rémálmaid, a lelked bele akar szólni. Nem azzal van a baj, hogy itt van egyfajta kétség, azzal van a baj, hogy vele megbarátkoztál. Amikor azt mondta egy apa Jézusnak, hogy légy segítségül az én hitetlenségemen, mert én hinni akarok, hiszek, pontosan így van az igében, hiszek, légy segítségül az én hitetlenségemen, erre ne állj rá erre az igére, mondván az, hát akkor, hogyha őnek is sikerült, nekem is sikerül. Mert végül meggyógyult a gyerek, mivel hitt. Ott kb. 10 perces folyamaton keresztül az egész élete megváltozott. Mert ő nem azért mondta azt, hogy ne higgyen, mert te azt mondod, és én is, azért mondom, nem akarok hinni, ezért már hát kétségeskedek, uram, bocsáss meg nekem, de tudom, hogy jó vagy, atyám, szeretsz engem nagyon. Kérlek, segíts nekem. És Isten van úgy, hogy a nevelésben azt mondja, nem fogok segíteni, ha nem akarsz hinni. Van úgy, hogy konstansan ezt kijelenti az életedre nézve, addig, amíg nem akarsz hinni Isten igében, addig nem tudok veled mit csinálni ezen a területen.
Figyelj, ha te nem tudod elfogadni, nem tudok veled mit csinálni. Nem fogom a szabályaimat megkerülni miattad. Nem fogom a manipulációdra, az a sok kérő ima, meg a könyörgő imádra meghallgatni az életednek bármely területét. Nem engedem meg, ugyanis én kitaláltam azt, hogy ez így működik, mert a szellemed akkor lesz egészséges, a lelked akkor lesz egészséges, ha megazult ember hitéből élsz. A saját hitedből élsz, mivel meg vagy igazulva. És ha ezt nem akarsz rászokni a hit életre, nem tudok veled mit csinálni, és nem is fogom meghallgatni az imáidat, akármilyen szépen nézel rám, még ha sírsz, akkor sem. Mert ez nem érzelemvilág, ez a hitvilág az Istennek az országa. Hó, halleluja! Nem mindig van ez. Persze, a fiatal keresztényeket Isten nagyon-nagyon-nagyon körbe veszi kegyelemmel. De amikor elkezdesz növekedni, Isten meg akarja erősíteni a hitedet. Még Ábrahámnak is meg kellett erősíteni a hitét. Oh, és nem tanácskozott testtel és vérrel. Na ez az, amikor te lejössz az érzékek birodalmából, a vágyak birodalmából, és átállsz arra, hogy Isten nem vágyakat ad neked, hanem Isten odaadta már azokat a kéréseket, vagy vágyakat, amelyeket Isten eltervezett előre. Azt mondja, Lajos, akkor most mindent precízen meg kell kérni Istentől, és mindent, az egész élet, ha egy 0%-os túrórúdit akarok venni cukortartalommal 0%-ossal, akkor azt is megkérdezzem, vagy a pirosat, vagy a kéket? Nem, ne bolonduljunk meg. Én arról beszélek, amikor döntéseid vannak, nehézségeid vannak, amikor próbába vagy, amikor jól mennek a dolgok, akkor Isten tud szólni olyan dolgokat, amelyek fogalma sincs, hogy azt hogy kell csinálni. A föld lakossága 99% azt mondják, hogy létminimumon vagy létminimum alatt él. Mondom még egyszer, a föld lakosságának 99%-a. Soha nem lesz jó döntésük. Bölcsességre van szükségük. Amen? Róma 1. Róma 1:18. Mert nyilvánvalóvá válik Isten haragja a mennyből az igazságot, igazságtalansággal akadályozó emberek összes istentelensége, igazságtalansága ellen. Hiszen mindaz, ami megismerhető az Istenből, szemmel látható közöttünk, mert az Isten láthatóvá tette számunkra. Ez a természet. Hiszen mindez, ami belőle láthatatlan, az az örökkévaló ereje, isteni természete, a világ teremtése óta a teremtményekből megértve meglátható, azért, hogy nekik ne legyen mentségük. Mivel, hogy Istent megismerték, most figyelj, mégsem dicsőítették őt Istenként. Hálát nem adtak neki, értelmetlen beszélgetéseket folytattak, és tudatlan szívük elsötétült. Mi lesz ennek a hatása? Miközben bölcseknek tartották magukat, ostobákká váltak. És a halhatatlan Isten dicsőségét fölcserélték halandó embert, madarakat, négylábúakat és csúszómászókat ábrázoló képmásokkal. Amiért az Isten pedig kiszolgáltatta őket szívük vágyaiban, tisztátalanságnak, hadd gyalázzák meg testüket egymással. Itt arra vonatkozik ez, hogy ez a homokos világ. Azt tudom neked mondani, hogy ha a szellemi életedben nem becsülöd meg a bölcsességet, a vágyak szintjére le fogsz esni. Csak időkérdése. Ha a vágyak szintjén élünk, akkor a szellemed ellenségévé válsz. Ha a vágyak szintjén élünk, a szellemed ellenségévé válsz. Azt mondja Jakab 1, és most menjünk a Jakabhoz. Teljes örömnek tekintsétek, testvéreim, mikor különböző megpróbáltatásokba kerültök, tudván, hogy hitetek próbája álhatatosságot hoz létre, kipróbáltságot, a hit kipróbáltságát. Az álhatatosságban pedig tökéletesen cselekedjetek, ezt egy ilyen mellék mondatként befűztem neked, kiegészítésképpen, az álhatatosság pedig birtokoljon tökéletes cselekvést, hogy tökéletesek és teljesek legyetek minden hiányosság nélkül. És ha valaki hiányt szenved bölcsességben, kérjed Istentől, aki mindenkinek nagy lelkűen és szemrehányás nélkül ad, és meg fogja kapni. De hittel kérje, egyáltalán ne kételkedjék, mert aki kételkedik, olyan, mint a tenger széltől és vihartól ide-oda sodort hullámai. Az én ember ne számítson rá, hogy át tud venni valamit az Úrtól. Oké, menjünk ebbe bele. Azt gondolom, hogy mindenkinek van vihara. És mindenkinek van az életében olyan terület, amiben nem tudja, hogy mi lesz a viharnak a kimenetele. Itt az kérdés az, hogy akarom-e, hogy a hit mozgásban tartson engem? Akarom-e, hogy a hitem mozgásban maradjon,
és folyamatos legyen. Folyamatos mozgásban. Ez a titka az egésznek. Azt mondja az ige, azzal kezdődik, hogy hitetek próbája álhatatosságot hoz létre. Ez az álhatatosság, ez azt jelenti, hogy folyamatosan fönn tudod tartani a vihar közepén a hitedet. A tornádót közepén a hited meg fog jelenni. Nem írtam föl azt az igét, ami itt van a teljes... De itt, bocsánat, fölírtam. Jó, Lajos, hát figyelj már oda. Teljes örömnek tekintsétek, testvéreim, mikor különböző megpróbáltatásokba kerültök. Kinek kell tekintenie az örömre? Az Istennek az életedben, vagy neked az életedben az örömre? Mit mond? Kit hív föl? Milyen figyelmeztetéssel? Téged figyelmeztet, vagy magát figyelmezteti Isten? Téged. Hogy teljes örömnek tekintsétek, mikor megvan a hitet próbája. Nem általános próbáról beszélünk itt. Itt a hit próbájáról. Nem általános próba. Azt mondja Isten itt, örülj. Neked kell örülnöd, mert én boldog vagyok. Előző héten beszéltem erről, most egy más aspektust mutatok neked. Azért kell örülni, mert a hited ki lesz próbálva. Az eredeti hit mindig le van próbálva. Az eredeti hit mindig le van próbálva. Nem csak Isten miatt, nehogy azt hitt, hogy ő próbálkozik veled, hanem azért van kipróbálva, hogy te magad meglásd, hogy mire vagy képes. Te magad meglásd azt, hogy mennyire korlátolt voltál, a környezet határozott meg, a döntés képtelenné váltál, viszont Isten hite képes elmozdítani a külső körülményeket, hogy ne, vagy megmutatja először azt, hogy ne a külső körülményre figyelj, hanem arra, amit ő mutat neked. Mondok egy élő példa. Beszélgettem a héten valakivel a nyugdíj előtakarékosságról. Mert még ehhez is értek. Nem értek ehhez, nyugodj meg, nem értek hozzá, csak beszélgettünk. Egymást üdítettük, vagy oktattuk. Nem oktattuk, inkább bölcselkedtünk. Az élet dolgairól beszélgettünk, na, fejezd már be, Lajos, na, egyszerűen beszélj. Szóval a lényeg az, kérdeztem tőle, hogy van-e neked előtakarékosságod, lesz-e nyugdíjad? És akkor beszélgettünk erről, stb. Na most figyelj ide, ha a bölcsesség megszólal, akkor ő kezelni akarja azt a területet. Tehát neked ne azon kell gondolkoznod, hogy mennyit kell fizetni, tudom-e fizetni. Tudom, hogy ez most nagyon-nagyon nehéz lesz majd meghalani. Neked el kell kezdeni azon gondolkodni, hogy neked is lehet nyugdíjalapod. A pénz pedig ehhez fog bejönni. Még egyszer mondom. Lajos, ez. És mi van, hogyha valaki félreértés, nem jön a pénz? Elmondok ezzel kapcsolatban a logikán keresztül egy történetet. János 6. Volt egy kisfiú, aki odavitt 5 kenyeret, 2 halat Jézushoz. Emlékeztek rá? Hogy itt van, ebből meg lehet etetni az egész 5000 embert, aki itt van, ez az egész gyülekezetet. Erre megszólalt Filip, emlékeztek rá? Hát mi ez 200 dénár áru kenyér? Mi ez? Hozzáteszem, majdnem egy év munkadíja, mert egy dénár volt egy napi kereset. Tehát tegyük fel, hogy majdnem egy év. Miben gondolkozott Filip? Az minimálbérben. A minimálbérben. Mi jött elő, és ott azt mondja az ige, hogy letesztelte őket Jézus. Letesztelte őket Jézus. Mi jött elő Filipből? A minimálbér. Hát minimálbérből élek. Ha én minimálbérből élek, akkor nehogy már ez a kisgyerek megmondja, hogy ebből a 5 kenyérből, a 2 halból 5000 embert meg tudunk etetni. Mert az én napi 1 dénárt keresek. Ez meg olyan kevés, hát hogy tudjuk ezt megcsinálni? El kéne menni dolgozni, még többet keresni, megvenni a pékárút, idehozni, akkor működne. De Jézus nem adott munkát nekünk. Mi itt éhezünk, mind meghalunk. És mindenki mondta, mind meghalunk. Az ő gondolkozásmódja, Filip gondolkozásmódja a munkám volt. Na most hallom az agyadban, mit mondasz nekem? Akkor Lajos, arra buzítasz bennünket, hogy ne dolgozzunk? Persze! Hagyd ott a munkahelyedet! Isten majd küldi az áldást! Normális vagy? Arról beszélek, ha te mindig ahhoz fogod a elmédet szabni, hogy mi az átlagbér a KSH alapján, amúgy az egy nagyon nagy hülyeség, az nem, hogy a múltkor már 700-nél tart, nem tudom. Hagyjuk, tehát az, hogy tehát ahhoz, amit a hétköznapi ember gondolkozás módján nem fog működni a bölcsesség. Oké, újra. Tehát az, hogy te egy nagyon értelmes ember vagy, és te mindig mindent meg tudtál oldani az életedben. Egy fantasztikus fazon vagy. De figyelj ide,
A bölcsesség nagyobb, mint te. Jobban tudja, mint te. Jobban látja, mint te. Tudja, hogy mi az Isten kedves, tökéletes és jó akarata. De te nem. Én nem. Én nem. Te sem. De ha jön az Isten bölcsessége, és a fantasztikus Isten bölcsessége, mert olyan, mondom, olyan komponensekkel dolgozik, olyan összetevőkkel, húzza magához, mint a mágnes, ezeket az összetevőket. És ő kiemel téged a hétköznapi magyar világból. Kiemel, és azt mondja, ne arra nézzé, mennyi a minimálbér, ne arra nézzé, mennyi a mi, ez, munka, mi a másik minimálbér? Garantált bérminimum, hanem a garantált bérminimumon felül meg tudlak áldani téged. Itt kezdődik az egész szellemi élet. Tehát itt, ha most őszintén, mert te nem tudsz megélni a garantált létminimumból, bérminimumból. Ebből nem tudsz megélni. Tehát neked muszáj hitből élni. Fordítok egyet. Filip azt mondja, hogy hát ez lehetetlen. Ez lehetetlen. Mert egy éves kereset sem elég ahhoz, hogy ennyi embert megetessünk. Na most, hogyha te a pénzen gondolkozol, és nem a bölcsességen, akkor le fogsz esni ide. Mert vannak bizonyos szintek, amelyeket szellemi oldalról kell megoldanod, és nem az arénádból, ahol küzdesz, a hétköznapi valóságodból. Azt fogja mondani erre az üzenetre neked az elmét, ez egy nagy hülyeség. Találj egy jobb állást, vagy még egyet. Legyen négy állásod, azt fogja mondani a kételkedés. Legyen négy állásod, akkor majd megcsinálod, és meg tudod nekik mutatni, az Úr veled van, négy állásod van. Vagy keres egy állást éjjel is, ne haludjál. Csak egy évig csináld meg, és kijössz a problémákból. Olyan ötleteket ad a kételkedés, hogy szörnyű. Jövök én, és lerombolom ezt. És mi át kell, hogy álljunk a Filip oldaláról a gyerek oldalára. Mert az a gyerek, az hitt abban, hogy ez megtörténhet. Ő ismerte Jézust. Ő látott már csodákat, az a gyerek. 100%. Ki mer oda menni Jézushoz? 5 kenyér, 2 hallal. Hogy etesd meg az 5000 ember. Csak egy hívő. És akkor most szembeállítjuk ezt a gyereket és Filipet. Meg kell érteded azt, hogy az összes csoda az életed, ami történt általában, az nem úgy történt, hogy te kitaláltad. Hogy te megtervezted. És nem tudsz felkészülni az élet viharaira, csak a bölcsességen keresztül. És a bölcsesség kezelni fogja a te gondolataidat. És van úgy, hogy Isten azt mondja neked, a nehezebb útra viszlek téged. Mert tudja, mi lesz 5 év múlva, 10 év múlva, 20 év múlva az életedben. Na most még egy utolsó csavart. Na ezzel teljesen leszkandároznak téged. Nem érdekel, hogy mit mondasz rá, én ezt tartom, és egyszer majd el fogod hinni te is, ha nem hinnéd el. Isten gyarapodásban gondolkodik. Ez van. Egy nagyon jó, igazi, kapitalista vállalkozó. És egyszerűen nem engedi azt meg, hogy ne legyen az életedben vagyongyarapodás. Nem engedi meg. Soha nem fogja azt mondani, hogy menj el dolgozni, és majd ha jól szolgálatosan dolgozok, akkor talán megáldalak. Értsd meg, hogy, és most nem a pénzről beszélek csak. Egy mentalitásról beszélek, hogy a hit az nem munkaközpontú. A hit az ígéret központú. A hit megeszi az ígéretet. A hit az ígérettel táplálkozik. Nem a munkáddal. Még valamit. De jó Uram, hogy nem felejtettem el. Isten meg tud állni egy bűnös keresztényt, aki hatalmas bűnei vannak. És mégis hisz. Az egy másik kérdés, hogy a milyen következményeket szabadít fel a gondosságon keresztül, milyen törvényszerűségeket indít be saját maga karrierjébe, de meg tud áldani embereket Isten, mert Isten sokkal, akkora koreográfiával, akkora nagy stratégiával dolgozik, hogy nincs is között hozzám úgy, hogy kit áld meg, de van úgy, hogy embereket megáld Isten, akár szellemileg, akár élményekkel, akár természetfeletti megtapasztalásokkal. És nem érted, hogy te nagyon hű vagy Istenhez, te mindent precízen megcsinálsz, te befizeted a NAV-ot, minden. És mégis ez a kókler, ez mégis, mintha Isten kegyelmébe lenne. Testvérem, nem tudod, hogy mi lesz annak az embernek a vége. Nem tudod, hogy miért áldotta meg Isten őt. De neked magaddal kell foglalkozni. De Isten, elmondom neked, hogy van úgy, hogy úgy dolgozik, hogy embereket megáld. A bűnös embereket azért, hogy elveszítse a vagyont, hogy rájön arra, hogy nem becsülte a vagyont, hogy bűnös ember, és mindenfajta olyan dolgot tud létrehozni az életébe, ami fejtetére állítja az életét. Lajos, hát ez már sok. Amikor Mózes megcsinálta a 10. csodát Egyiptomban, amikor ott van 400 éve tagozódva abba a gonosz halál kultuszba, Izraelnek a népe, elkezdenek kijönni,
És akkor, amikor ott vannak, délre mentek, nem éjszakra, és nem is értették, hogy miért nem a gyorsabb úton megyünk. Ott vannak a Verestengernél. Balra a harcsa néz. Jobbra a cápa néz. A rája mögöttük. A ponty ott úszkál. A harcsa, a ponty, a keszeg, a minden. Tehát megvan? Tehát nem volt ott se ponty, sem keszeg. Tehát amikor ott vannak ezek a cethalak ott körülöttük, egyszer csak Isten azt írja az igében, olvasd el, és a fáraó szívét újra megkeményítette Isten. Olvasom a történetet, ezt a héten olvastam. Már vége van a tizedik, jaj, vége a tizedik csoda, végre, jaj, vége a történetnek, jó, menjünk be az Úr, halleluja, megáll téged, nagyon gazdag leszel, téli szalamát teszel, harcsába lazacot teszel, grillezettem, mert ott a tengeren mész majd át. De nem ezt olvasom, hanem ott, abban a pillanatban, ott elkezdték látni az új szekereket, a terminátorok voltak a szekereken, jöttek ezek a Marvel világból, ezek a szuperhősök, kigyúrva, stb. Hátranéztek, és csak azt látták, hogy megint kezdődik. Megint kezdődik. Hát már a Jézus véredben már hittük. Jézus vére, halleluja, halleluja, győzelmünk van, áldás jött, halleluja. Erre megkemítette Isten a szívét ennek a fáraónak, és ez az utolsó időkkel majd, ez egyébként teljesen kompetens, ugyanis az utolsó időkben olyan birodalmak fognak fellépni, akiknek a szíve meg lesz keményedve, és nekünk hinni kell majd a csodákban. Ahogy a ma is már el kell kezdeni hinni a csodákban, hogy Isten eltart téged, és megtartja azt, amit van. Szóval ott tartok, hogy meg van keményítve Istentől, és közben úgy néz ki, mint a játszik Izrael népén. De nem. Az egész lényege az. Ez nem egy kirakat, hanem meg kell tanulni ott akkor figyelni Mózesnek az Úrra, mert van 11. csoda. Nem, ott meg kell tanulni a népnek, hogy kell átmenni egy Verestengeren hit által. Mert ezek az emberek felmentő ítéletet adok nekik, 400 évig voltak ebben a gyötrelemben. És nekik át kell építeni az életüket, a gondolkozásmódjukat, hogy nem Mózesük van, hanem Istenük van. Imádkozik Mózes ebben az esetben. Imádkozik Mózes, de nem hitből. És rászól Isten, hogy kérlek, hagyd abba az imádat. Mert nem hallgatom meg, mert nem hiszel. Nem hitből imádkozol. Most, ebben a káoszban, mögöttünk a fára újra, előttünk a tenger, ebben a szakaszban, ebben a csiki-csukiban, ebben az élet-halál kérdésében, megszólal a nép. Megszólal a nép. És azt mondják, hogy bárcsak visszamennénk, te meg akarsz ölni bennünket. Figyelj, amikor benne vagy a nehézségben, ebben a hitpróbában, amiről beszélek, a hitnek a próbájában, akkor elfelejted a teológiádat, elfelejted a gyülekezetedet, elfelejted a több évtizedes kutatómunkádat, egy dolog marad, a hit. A hit. Ott nem lehet teologizálni, ott nem lehet vitatkozni, ott nem lehet csetelni, ott nem lehet segítséget kérni, felmentő kérdést, hogy Istent hívjuk föl, 111 Isten, nincs, ott csak a hitedre vagy rátámaszkodva. Csak nekik nem volt hitük. És amit megláttam azt, az egyértelmű, hogy megváltoztatják a múltat, megváltoztatják a jelenüket, és Mózesre úgy néznek, mint egy ellenség. Képes a hitetlenség, a félelem és a kétség a legnagyobb segítődet úgy beállítani, hogy az ellenséget. Mondok még valamit. Amikor nem csak, hogy ellenségképpen látja őket, hanem pusztítóként látja Mózest a nép. Körülbelül 3 perc alatt történt ez a dolog. 3 perc alatt kifordultak önmagukból, és nem lehetett rájuk ismerni a csordára. Istenhez letérdel Mózes, és könyörög. És Mózes itt van, a nép itt van, Isten meg kettő között, és hála az Úrnak, nem aggódik Isten, és nem kap szívinfarktust vagy sztrókot, hanem odafordul Mózeshez, hogy hagyd abba. Mit csinálsz? Hogyan imádkozol? Próbába vagy benne, az Izrael népe is próbába van benne. Menj, mozogj, vidd a népet. Menj, indulj, vidd a népet. Menj, mozogj, vidd a népet. Az te életed, és ugyanez a megoldás. Mozogj,
hitáltal. Ne engedd meg, hogy megálljon a hited. Ne engedd meg, hogy az Istennek az igéje ne szóljon hozzád. Ne engedd meg, hogy ne láss olyan dolgokat, amit eddig, hogy ne láss olyan dolgokba bele, ami, ne engedd meg, ami a tiéd, amit Isten által jövő prófeti látás, a bölcsességen keresztül például. Ne engedd meg, hogy leállj. Nem szabad leállni. Ez az egésznek a titka. Nem imádkozni kell, hitáltal menni. Nem imádkozni kell, hitáltal menni. És ahogy a mész hitáltal, akkor majd imádkozol, hogy menjen szét ez a tenger, és legyen megoldásod. Csak akarj mozogni. Soha semmi nem történt a Bibliában hit nélkül. Nem imáltal történt, hitáltal történt, és hitáltal imádkoztak, dicsőség az Úrnak. Nem fordítva, imádkoztak. És 34 év után hitük lett. Majd utána, 34 év után rájöttek arra, hogy hitáltal cselekedni kell. Majd utána, mikor már 147 évesek voltak, elhitték, hogy van ígéretük. Nem. Mozgásban kell lenni mindenben. A szellemi élet az egy mozgás. És ahogyan engedett, hogy ez a mozgás folyjon, úgy fog jönni a segítség. A hited kilép, az Isten hozzád segít. Kilép ő is mellé. Nem azáltal történt a csoda, hogy Mózes imádkozott, hanem azáltal, hogy azt mondta neki Isten, vedd a botodat, tekints, sújts arra, amerre a víz van, és majd én megcsinálom. Ezzel azt mondja az Úr, ha te mozogsz, Isten is mozog. Amennyire engedett, hogy a hit mozogjon, és egy irányba menjen az Istentől, annyira fog Isten is csodát tenni. Próbáld ki a hitedet. Próbáld ki a hitedet. Emeld fel a hitedet. És légy kreatív ezen a területen, és légy konkrét ezen a területen. Fogalmazd meg a dolgokat. Azt mondja Istennek az igéje. Az álhatatosságban pedig tökéletes cselekedet legyen, hogy tökéletesek és teljesen épek legyetek hiányosság nélkül. Teljesen hiányosság nélkül. Most azt mondod, Lajos, most ez kicsit törvénykezően hangzik Jakab szájából, hát örülök, hogy túlmentem a hit próbáimon. Nem arra fogok törekedni egy nagy zavarban, meg nehézség. Hát azt se tud, miről beszélsz, Lajos. Hát tudnád, hogy én mi megyek keresztül. Én, az én terhem mekkora. Isten meg azt mondja neked, nem a te terhed, az enyém, csak nem adtad még oda. Isten meg azt mondja neked, akármekkora terhed lehet, hogy ez az áldozati, manipulatív, gusztustan beszédet hagyd abba. Mert én vagyok Isten a hős, aki azért vagyok, hogy megváltsalak. Megmentselek a helyzetektől. A másik pedig, amit mondok neked, ez a teljes, tökéletes dolog, ez fantasztikus dolog, nemrég láttam ezt meg. Azt mondja itt Isten, úgy gondolkodik, hogy adok neked hitet, és ha fönntartod a hitedet, akkor a teljességbe viszlek be. Az a teljes életbe, ami álmodni sem mertél volna, mert a hit hozzáfér ahhoz, ami az Istené. De te nem férsz hozzá, csak hitáltan. Csak hit a végbe visz téged, nem a kezdetbe csak. Elindít, most figyelj. Ha valaki hiányt szenved bölcsességben, kérjen Istentől. Ez fogja a teljességbe vinni az embert. Ha valaki hiányt szenved bölcsességben, kérjen Istentől. Ez arra a reakció, hogy tökéletesek, teljesek legyetek minden hiányosság nélkül. Ez, és most akkor az egészet újra bontom neked. Teljes örömnek tekintsd, mikor a hited megpróbáltatásba megy, mert tökéletes cselekedeteket fog létrehozni Isten az életedben, mert fogsz kérni bölcsességet. Oké, mélyebbre. Amikor azt mondja itt az ige, hogy az álhatatosság pedig birtokoljon tökéletes cselekvést, az azt mondja, hogy egy olyan világba fogsz belecsöppenni, és ez nem Hollywood, amiről beszélek. A hitet megpróbáltatása után garantálom, hogy a hited megerősödött, garantálom, hogy a látásod kitisztult, garantálom, hogy a szíved erősebb lett, garantálom, hogy azt fogod mondani, a következő hurikán kell. És meg akarom tanítani az összes barátomat és az egész aratás gyülekezetét, hogy kell hitáltal élni. Ezt csinálja a hit. Vége van a hitnek, mert lejárata is van a hitnek a bizonyos harcoknak. Vége. Kijössz belőle, és azt fogod mondani, csak hitáltal fogok élni. Megszereted ezt a világot, mert már te irányító vagy. Te irányító vagy, és elrendező. Irányító és elrendező vagy. Halleluja. Halleluja. Van, amikor a kétség elválaszt Isten tökéletes akaratától, de van úgy, hogy ebből a próbában neked meg kell tanulnod, hogy akarom azt, ami Isten előtt jó, és kedves, és tökéletes. A kétség azt jelenti, hogy megkülönböztet, különbséget tesz rosszul benned bizonyos dolgokkal kapcsolatban. A kétség tanít, oktat, pedagógus, egy rossz pedagógus. A haját tépném ki minden nap. Rosszul következtet a kétség, eldönt dolgokat, és rosszul ítél.
A kételkedés, ahogyan Jakab mondja, tanítja, ne kételkedésre kérjük, bizonytalanodik folyamatosan. Nála nincs bizonyosság a kételyben. Nincs. Habozik, tétovázik. És várja a sült galambot. Vitázik, vitatkozik benned, és ellentmond, még saját magának is ellentmond. Mert ha sokat vagy a kétség oldalán, megkattansz. De tényleg be lehet fordulni a sarokba. És harcba száll állandóan a kétség Isten hitével benned. Ilyen a belső munkája a kétségnek. Még egyszer felolvasom. Elválaszt Isten teljes, tökéletes, jó akaratától. Állandóan megkülönböztet dolgokat, különbséget tesz, csak rosszul. Állandóan azt mondja, hogy arról beszél, hogy mi az, ami rossz. Nem arról beszél, hogy mi az, ami siker, hanem mi az, ami rossz. És rosszul következtet, asszociál. Eldönt dolgokat, és rosszul ítél ez a bizonytalanság. Állandóan habozik, tétovázik, és jön a hullám, és nem tudod, hogy miért van ekkora hullámod, mert te magad megengedted a hullámnak, hogy jöjjön. Sose felejtem el. Úgy szoktam le az aggodalomról, hogy felismertem, hogy van aggodalmam. Majd a Filippi 4. részéhez, Filippi levél 4. részéhez eljutottam egyszer, és azt olvastam, hogy semmi felől ne aggodalmaskodjatok. És becsuktam a Bibliát, mondom, ilyen nincsen. És megvallottam, ilyen lehetetlen, hogy semmi felől nem aggodok. Aztán kinyitottam ugyanott, visszamentem oda, megkerestem azt a részt. Hát, hogyha Isten Pálon keresztül azt mondja, hogy ezt meg lehet csinálni, hogy nem aggodalmaskodok, akkor én ilyen ember akarok lenni. Na, akkor utána jött a hit. Igen, ez az én igém. Lajos, innentől kezdve te nem fogsz aggodalmaskodni. Elkapod, már csírájába, pofán vágod és kirúgod. Ugyanígy van a szellemi életedben nagyon sok terület, a félelem, kétség, unokatestvérek. Ismeritek ezt a nagy családot, ez a maffia. Ez egy maffia család. Ez egy maffia család. Ez a maffia családot kezelni kell. És nem ahogy a prédikáció elején mondtam, nem kezeljük a kétségeket, nem beszélgetünk vele, üljél le kétség. Nyugodjál le, itt egy kávé vagy egy tea, akarsz, amit csinálják egy szendvicset? Van itthon szerránosonkám, csinálok friss bagettel, ráteszem, és beszélgessünk. Ez a méreg. Innentől kezdve, hogy te leültél vele, mint egy pszichológussal, magaddal, és beszélgetsz vele, neked annyi, mert őt nem tudod legyőzni. Ésszel, lélekkel, szívvel, erre Isten igéje kell. Egy megújult nusz, amiről kezdtük. Isten nusza, az a gondolkozásmód, hogy te tudod, hogy mi Isten jó terve az életedre vonatkozólag. Halleluja. Amen. Na most, amikor benne vagy ebben a mentális arénában, hogy harcolsz, akkor meg kell tanulnod hit által imádkozni. Meg kell tanulni, kötelező megtanulni ebben a arénában, hogy kell hitedet használni. Muszáj lesz megtalálni. És nem azt kell mondani, igen, tudom, hogy Jézus meghalt 2000 évvel ezelőtt. Nem. Most mit mond neked Isten? Most mi van a szellemedben? Hogyan akarsz megerősödni? Hogyan akarsz átlépni bizonyos korlátokat Isten dicsőségére? Amen? Ó, halleluja. Halleluja. Amikor a Biblia arról beszél, hogy apostoli szolgálat, vagy bármilyen szolgálat, mutatom, hogy ők hogy gondolkodtak ebben a felépítésben, hogy tudsz megerősödni, és hogy tudsz hitről hitre menni. Mert a hitet táplálni kell, és használni kell. Ha a hitet nem táplálod, az megáll. Mint egy kutya. Ha nem eteted a kutyádat, az megdöglik. Mert vágyodom látni titeket, mondja Pál, hogy átadhassak nektek valamilyen szellemi ajándékot. Azért, hogy szilárdan álljatok, vagyis hogy köztetek felbátorodjunk veletek együtt kölcsönösen, mind a ti, mind az én hitem által. Elmondom, hogy milyen egy apostoli mentalitás. Ez a negyedik dimenzióból van, ez a gondolkozásmód. Én elmegyek hozzátok, hogy megerősítsem a hiteteket, felgerjesszem, és egymás hite pedig, mikor ez összeér, egymás fogja építeni. Nem azt mondja, elmegyek egy nagyon jó prédikációt leadni, hanem elmegyek hozzátok, hogy valami szellemit adjak át, és ez a valamilyen szellemi pedig a hitre fog ösztönözni benneteket, mert ha erősödsz az Úrban, erősödsz a hitben. Mert ha erősödsz a szellemben, erősödsz a hitben. Mert ahogyan látod magadat hitben, úgy tudsz hit által imádkozni. Azt mondja Pál, hogy fölbátorodjunk. Mindig szükség van fölbátorodásra. Elmondok egy titkot az életemben. Én folyamatosan bátorítom magamat. Most nem úgy, hogy a tükörbe állok. Én erős, ma sírni fog. Koncentrál. Az Úr veled lesz szombatonként. Halleluja. Ma szombat van. Amen. Halleluja. Jó prédikátor lesz. Az Úr nagy szolgálja leszek. Halleluja. Nem. Az Isten igéhez rendszeresen visszamenjek, megalázkodom, hogy bátorítson, erőt adjon, látást adjon, saját sorsomra, meg a gyülekezet sorsára nézve. Állandóan ösztönzöm, kérem az Istent, jöjj Szent Szellem, segíts, adj új igét, adj új igét, adj új igét.
Most figyelj. Éjjel-nappal. Következő ige. Fáradhatatlanul könyörögve azért, hogy megláthassuk orcátokat. Kipótolhassuk hitetek hiányosságait. Azonban maga az Isten is, ami atyánk, és ami urunk, Jézus vezesse a mi utunkat hozzátok. Ad egy. Imádkozik, hogy szemtől szembe találkozzon a gyülekezettel. Tehát azt mondja az ige, azt mutatja az ige, hogy az apostol tudta, hogy el kell mennie. Hiába írja meg a levelét, ez nem elég. El kell menni személyesen. Ez azt üzeni nekem, vagy neked, hogy szükséged olyan emberekre, akikkel te élő kontaktban vagy, nem míten, élő húsemberként találkozol velük, és segítenek neked, hogy kipótold a hitedet. Ez azt jelenti, hogy folyamatos pótlásban vagyunk. Amikor megcsinálod az egyik harcodat, jön az új pótlás. Felkészítés az új hitre, új startra. Figyelj, mondok valamit. Pál azt mondja, elmegyek hozzátok, pedig ez az deszakevi gyülekezet, ez egy nagyon jó gyülekezet volt. Azt mondta, nem kell tanítanom a szeretetről, meg a hitről, mert a hitetek állandóan növekszik. Mégis azt mondja nekik, hogy kipótolhassam a hitetek hiányosságait. Tehát egy szellemi ember látja azt, hogy mi a hited hiányossága. Egy szellemi ember látja, hogy miről kell tanítani. Mely területen kell megerősíteni téged hitben? És ez nem arról szól, hogy a hit alapjait teszed csak le, hanem arról szól, hogy miközben mész, egyszer csak jön egy személy, és Isten így építette fel az egyházat, és azt mondja, figyelj, vagy azt mondja, hogy a hited a jövőben teszt alá kerül majd, próba alá, ezért most én segítek neked, és megmondom, milyen igékkel foglalkozzál, és milyen stratégiát köves, vagy azt mondja, hogy látom, hogy abba hagytad a hitednek az etetését, nem táplálod az életedet, leálltál a hiteden a ösztönzésével, az igény keresztül, ezért most szólok neked, hogy vedd újra az Isten igéjét, higgy a prédikátorban, akit hallgatsz, építs fel az életedet, erősíts meg, mert a próba jön. A próba fog jönni. Most nem vagy próbában, majd jövő héten jön, vagy februárban, vagy márciusban. Jön a próba mindig, mert a világ erről szól, próbáról próbára megyünk. Én pedig azt mondom neked, állandóan engedd, hogy kijavítsák a hitedet. Állandóan engedd, hogy kijavítsák a hitedet. Valaki hozzáférjen a hitedhez, kívülről. Valami olyan ember, aki pont jó állapotban van. És amikor pont jó állapotban van, akkor tud olyat mondani neked hit által, ami ösztönzi az egész személyiségedet, ösztönzi a hitedet. Amen. Imádkozik, hogy kipótolhassák a hitük hiányát. Ó, halleluja. Miért? Hogy megerősödjenek hitben. Milyen a bölcs férfiú? Milyen a bölcs férfiú? A bölcs férfiú erős. A tudós ember nagy erejű. Halleluja. Figyelj, a bölcsesség erős emberré tesz téged. Erős hölgy és erős férfivé válsz. Miért? Mert értelmi szinten is már megjelenik a bölcsesség, nem csak a szív szintjén, és uralni tudod az életedet, és irányítani tudod az életedet, és nem belül a kétségek gyötörnek, hanem a bölcsesség öröme, mint a méz folyik az életedre nézve. Ez lehetséges, Lajos? Hát, ha elhiszed a tiéd, ha nem hiszed el, úgy mentél el, hogy nem leszel bölcs. Ha öleled a tiéd, ha szereted tiéd, ha öleled és szereted, fölemel, fölmagasztal téged, tisztességesé tesz, folyamatosan oltalom alá visz téged, még az életkorodat is ki fogja tágítani. Tehát nem leszel beteg, és nem betegen fogsz meghalni is a dicsőségére. A bölcs férfiú erős, a tudós ember nagy erejű, mert az eszes tanácsokkal viselhetsz hadat hasznodra. És a megmaradás a tanácsosok sokasága által van. Amen. Mi ez? Mi ez a légkör? Amikor jön egy apostol, vagy jön egy prédikátor, vagy jön egy szolgáló az életedre, és a bölcs emberekkel találkozol hasznodra. Figyelj, törd át a büszkeségedet, tedd le a büszkeségedet, és engedd meg, hogy hozzáférjenek a hitedhez, hogy építsék.